A bicskeiek rég várt álma valósulhat meg. A magyar kormány támogatásának köszönhetően közel 3 milliárd forintból újulhat meg az egészségügyi központ. Erről lesz szó a mai esti mérlekben. Tartsanak velünk! A járó betegellátó intézmény több mint 50 ezer embert szolgál ki a bicskei járásban. A 2000-es évek elején ugyan már elindult egy felújítási folyamat, de forrás híján csak a földszinti rész újult meg, ahol az egynapos sebészet ma is sikeresen működik. Tesszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány december végén döntött arról, hogy megkezdődhet a beruházás előkészítése. Ez az épület, ahol most állunk, ez az első évtizedében a 2000-es éveknek megújult. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy ez az épület így néz ki, akkor tévedünk, mert ez csak a földszinti rész. Ez egy KDOP-s forrásból 2010-ben került átadásra, de az épületnek a többi része az még az 1973-as viszonyokat tükrözi, úgyhogy a néző egy kicsit most így a képileg félre van tájékoztatva, mert azt szeretnénk elérni, hogy az egész épület együttes az olyan legyen, mint ez a helyszín, ahol most mi állunk. És e tekintetben egy óriási előrelépés történt az év végén, hiszen Magyarország kormánya 220 millió forintot biztosított ennek az egészségügyi központ, amely egy járóbeteg szakellátó, ennek a teljes körű épületállományának a felújítására és az eszközparkjának a modernizálására. Hogyha ebből a 220 millió forintból indulunk ki, akkor ennek a beruházási költsége az több mint 2 milliárd forint, hogyha az eszközállományt is nézzük, akkor nagyságrendben egy 3 milliárd forintos beruházást készíthet itt elő a város, Bicskeváros önkormányzata és a beruházási ügynökség. Egészen 2021 tavaszáig kell azért dolgozzanak, hogy kiviteli tervek legyenek, hogy egy feltételes közbeszerzést le tudjanak bonyolítani, és a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca nélküli miniszternek pedig az lesz a dolga, hogy amikor a közbeszerzési eljárásból meg lesz a szükséges összeg, akkor kormány elé vigye, és a kormány arról is döntött, hogy ezt a programot megvalósítja. Ezek után milyen következő lépések lesznek, mikorra várható a befejezés? Hát ezek után a tervezést megelőzően, hogy egy jó tervezési programot kaphasson a majdan kiválasztott tervező, ahhoz jó néhány tanulmányt kell elkészíteni, a megvalósíthatósági tanulmány, stb. Ezt követően nyilván a tervezőt kell kiválasztani, engedélyes terveknek kell készülni, az alapján pedig kiviteli terveknek kell készülni, hiszen ma már csak kiviteli tervek rendelkezésre állása esetén tud a beruházási ügynökség közbeszerzési eljárást kiírni. Ez azért lesz feltételes, mert a feltétele az lesz, hogyha a kormány biztosítja a pénzeszközt, akkor lehet eredményt hirdetni. Úgyhogy ez egy nagyon átgondolt program, és reményeink szerint ez 2021-ben az építés is elindulhat, és 21 vége, 22 elejére a megvalósulásnak is van esélye. Hány embert szolgál ki ez az egészségügyi intézmény, és a térségben mekkora jelentősége van? Ez egy országos összehasonlításban is egy nagyon jól működő intézmény, amit pusztán csak az anyagi hátteret vizsgáljuk, akkor is igazolja, hogy a város önkormányzatának nem kell plusz forrást allokálnia ez a szabadon választott feladatához, hiszen ez nem egy kötelező feladat járó beteg szakellátó intézményt fenntartani, de ez tud jól működni, köszönhetően ügyvezető igazgató úr nagyon jó menedzser munkájának, és nem csak Bicskét érinti, hanem a bicskei járást is, és azon túl is mutat, hiszen mondjuk a Zsámbéki medencéből, ami már Pest megye, és nagyon sokan itt kapnak ilyen ellátást. Több mint 50 ezer ember jár ide szakorvosi ellátás tekintetében. A térségben egyébként milyen hasonló jellegű fejlesztések várhatóak a jövőben? Milyen úton halad a térség mondjuk a felzárkózás területén? Hogyha most az orvosi ellátást tekintjük, akkor
van néhány olyan lezárt fejlesztésünk, ami a területi operatív programból valósulhatott meg, és azok főleg alapellátást érintettek. Ezen kívül Biatorbágyon van egy komoly elképzelés arról, hogy az ottani szakorvosi ellátás is fejlődhessék, hiszen úgy, ahogy itt hallottuk, hogy Bicskén 30 különböző szakorvosi ellátási forma érhető el, Biatorbágyon ez jóval kevesebb, és hát nyilván ott is van ilyen típusú igény, de a szakellátás tekintetében, ha csak a választókerületet nézzük, akkor Velence is szeretne fejlődni, az egy kicsit más módon létrejött szakorvosi ellátóintézmény. Ott is az igazgató úrnak komoly elképzelései vannak, ha nem is olyan nagyok, mint a bicskeinek, ott talán egy kicsit az üzemeltetés nehezebb, mint ahogy Bicskén van, de mondhatnánk Ercsüt is. Ercsüben van egy óriási ellentmondás, hiszen a 100 halombattai szakorvosi ellátó az egy kicsit magasabb színvonal, és sokan átjárnak oda, viszont az intézmény fenntartásában több település társulása szerepel, Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska és Kajászó. Ezek közül a települések közül néhány onnét szeretne kilépni, mert nem érzik ma már ezt életszerűnek, mondjuk, hogy Kajászóról oda járjanak, mikor Bicskére közvetlen buszjárat van, és itt jobb az ellátási forma. Úgyhogy igen, az egészségügyi ellátásban vannak feladatok bőven. Az, hogy Bicske most tudott egy lépést előrelépni, szerintem ez a többi hasonló elképzelést is emelni fogja, tehát a lehetőség megnyílik. A cél az, hogy az intézményben folyó szakmai munkához méltó körülményeket teremtsenek. Ezt már Balogh Gyula, a központ ügyvezető igazgatója mondta, aki hozzátette, jelenleg áldatlan körülmények között folyik a betegellátás. Nem csak az épület újulhat meg, az eszközpark is. 2007-ben adtunk be egy pályázatot, egy KDOP-s, tehát a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében megnyílt pályázati lehetőséggel élve. Ott nyertünk, és a teljes programunk elfogadásra talált, ami a teljes felújítást érintette volna. Azonban a forrás hiány miatt csak a földszinti részt tudtuk felújítani, kibővíteni, illetve az alaksor szerkezetkész kibővítésére került sor. Most ebből következőleg igen nagy a helyszűke, például az ultrahanglabort a folyosón kialakított rendelőben tudjuk most már hosszú évek óta bonyolítani. Hiányoznak a szociális helyiségek, tehát áldatlan körülmények vannak. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére pontosabban, a kollégák, orvosok, szakdolgozók minőségi munkát végeznek, de a város vezetésével közösen azt szeretnénk, hogy a szakmai színvonalhoz méltó körülmények közé kerüljön minden szakma. Tehát a fejlesztés keretében teljes felújításra kerül az első és a második emelet. Ez azt jelenti, hogy szerkezetig vissza lesz bontva az épület, és onnan újra föl lesz építve. A kor követelményeinknek megfelelő anyagokból, ugyanis hát amit most itt látunk, nem itt, hanem az első és a másodikon, 1973 volt az átadás éve, nyilván az akkori anyagokból, minőségben és technológiával tudott elkészülni, hát igencsak eljárt e felett az idő. A meglévő részek felújításán túl a bővítés egyrészt az alagsor teljes körű bevonásával fog történni, ahogy említettem, ott kerül majd elhelyezésre a labor, a reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna, központi sterilező és a szociális helyiségek. Az udvar felé is fogunk bővülni, ott új épületrészek kerülnek kialakításra, ott kerül elhelyezésre majd a házi orvosi szolgálat. Ugyanis ez az épület nem csak a szakellátásnak, hanem az alapellátásnak is helyt ad. A házi orvosoknak, gyerekházi orvosoknak, fogorvosnak, védőnői szolgálatnak, ugye ezek az alapellátás részei. A 2013 óta működtetjük az egészségfejlesztési irodát a Kossuth utcában. Abból az épületből szeretnénk behozni ezt az ellátási formát is, ezáltal közvetlenebb, szorosabb kapcsolatot nyújtani a betegeknek, illetve a nem betegeknek, hiszen az egészségfejlesztési irodának elsősorban az elsődleges megelőzés, a primér prevenció a célja.
Még egy épületrészről kell említést tenni. A Kossuth tér felé lesz egy új épületrész, ahova az új képatolkodó diagnosztikát, a CT-t és az MR-t terveztük be. Eszközbeszerzést tekintve mi minden lesz az, ami újdonság lesz itt a központban? Oszteodenzitométer kerül beüzemelésre, a CT, MR, egy másfél teszlás MR és egy 32 szeletes CT, és egy úgynevezett CBCT, ami a fogorvosok munkáját segít, illetve azon kollégákét, akik gócot keresnek, sokkal pontosabb vizsgálati eredményeket tud ez nyújtani, mint a panoráma röntgen. Egy negatív panoráma röntgen esetén még nem egyszer számos kóros eltérést tud kimutatni a CBCT. Többi eszközünk gyakorlatilag vadonatúj. 2018-ban nyertünk egy 300 milliós pályázatot, ennek keretében a teljes radiológiai diagnosztika megújult, új felvételező, új mammográf, mind a kettő digitális technikával működik, valamint négy színes Doppler ultrahangkészülék is beszerzésre került a korábban működőket leváltva. Emellett kibővítik az alagsort is, mások mellett itt a labor, a reumatológia, a fizikoterápia, a sterilező és a szociális helyiségek kapnak helyet, és új épületrészeket is kialakítanak, ahova a házi orvosi szolgálat, a városi egészségfejlesztési iroda és az új képalkotó részleg költözhet majd. Nekünk nyilván fizikailag megmutatkozó fejlődés, a járás életében pedig a szolgáltatás tekintetében nagyon fontos előrelépés. És úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor nagyon nehéz időpontot és minden más egyebet, egy időpontkérés alapján lehet eljutni vizsgálatokra, itt pontosan ebben a rendelőintézetben az én megítélésem szerint és a tapasztalásom szerint azért sokkal rövidebb időintervallum az, ami eltelik ahhoz, hogy az ember szakrendelésekre jusson, és én azt úgy ítélem meg, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na most, ha itt egy komolyabb fejlődés vagy fejlesztés megy majd végbe, akkor nyilván, hogy ezek a lehetőségek is még inkább majd pozitív irányba fognak eltolódni. Elhangzott, hogy 2008-ban egy nagy összefogásnak köszönhetően tudott elindulni az első lépés. Igen, 2008-ban az akkori, ahogy én mondtam is a sajtótájékoztatón, az akkori testület úgy döntött, hogy a hiányzó forrást a tiszteletdíjuk lemondásával, tehát minden havi tiszteletdíjuknak az 50%-át egy éven keresztül a képviselők erre a célra fordították egységesen, tehát mindenki e szerint járt el, és akkor ennek a lemondásnak, vagy ennek a támogatásnak köszönhetően aztán el tudott indulni az a beruházás, hogy akkor jött létre nappali ellátás fejlesztése és az egynapos sebészet, ami beruházásának elindítás, ugye, ami aztán 2011-ben átadásra is került, és ez egy óriási dolog volt már akkor is. Elhangzott, hogy ez egy komplex diagnosztikai központtá válik, és bekerülnek bizonyos más helyszínen lévő, akár mondjuk a háziorvosokra gondolok, vagy az egészségfejlesztési irodára. Mi fog történni azoknak a helyével? Milyen lehetőségeket szabadít fel a városban? És mit jelent az, hogy akkor itt most minden egyben lesz? Annyi javítás, hogy helyesbítést tennék, hogy a háziorvosok jelenleg is az épületben vannak, csak máshova fognak elkerülni az átalakítás után. Az egészségfejlesztési központ lesz az, aki majd beköltözik ide az épületbe. Ott egy családi ház típusú ingatlanunk van a Kossuth utcában. Ennek a hasznosításáról még nem gondolkoztunk, de nyilván meg lesz majd a helye ahhoz, hogy az is egy megfelelő funkciót kapjon majd azután, hogyha ide bent fognak dolgozni az egészségfejlesztési iroda dolgozói. És milyen létszámot szolgál ki az egészségügyi intézmény ma? Tudomásom szerint 36 szakrendelés van, több mint 40 orvossal dolgoznak, de az egynapos sebészet tekintetében, tehát azok az orvosok, akik operálni jönnek ide hozzánk, az közel 70 szakorvos, és hát nyilván ehhez a szakszemélyzet, ami, ahogy mondtam az elején is, az én megítélésem szerint magas szakmai színvonalon tudja teljesíteni, kiszolgálni az ide látogató betegeket. És a beteg létszámot tekintve? A beteg létszámot tekintve a 2008-as beruházás előtt, mondjuk a 2004 idejében ilyen több tízezer körüli orvos-beteg találkozás volt, és a mostani információim szerint ez már több mint 150 ezer.
tényleg nagyon sok. Az egészségügyi központ megújításával egy komplex diagnosztikai terápiás központ jöhet létre. A munkálatok legkésőbb 2022 év elejére befejeződhetnek. Az intézmény a felújítás ideje alatt is zavartalanul működik majd. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!